Az Óvi sok dallal kísért mindennapjaiból kaphatott ízelítőt az, aki részt vett a Varázs Ceruza óvoda átadó ünnepségén. A hosszú évek alatt amortizálódó épület most új fényében pompázik, csak úgy, mint a másik három óvodai tagintézmény. Az óvodai felújítások összértéke közel 160 millió forint. Sajnos, mikor a beruházás elkezdődött, mert ott tartott ez az intézmény 40 évnyi idő után, hogy voltak ablakok, amiket be kellett szögelni, teljesen szét volt korhadva a nyílászáró, és szinte használhatatlan, megmondhatni majdnem, hogy veszélyes is volt már ez a helyzet, de köszönhetően először egy belügyminisztériumi támogatásnak, a BMS pályázatoknak nevezzük így, 40 millió forintnyi támogatást kapott a Tiszavasvári Város önkormányzata, amit 7 millió forintnyi önerővel egészítettünk ki. Indult egy részleges felújítás, aztán a lobbinak köszönhetően egy 2016-os pályázatunk 2021. decemberében a Vármegyei Közgyűlés által támogatást kapott, és 113 millió forintnyi újabb támogatás érkezett 100%-ban, tehát nem kellett önerőt hozzátennünk. Így a két pályázatot összefésülve, a műszaki tartalmakat egyeztetve, mondhatni az épületet teljes egészében megújítottuk. Sesták Oszkár a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés elnöke beszédében kitért arra, hogy reményei szerint a következő évek TOP plusz pályázati forrásai hozzájárulnak majd hasonló fejlesztésekhez. 2021-ben tudott olyan döntés hozni a Vármegyei Közgyűlés, ami alapján több mint 100 millió forinttal tudta ezt a felújítási programot támogatni, és látszik az eredménye, szépen megújult az épület, amelyik 80-as években épült, és hát az akkori kivitelezésnek az összes nyűgét, problémáját magán viselte. Az udvar az fantasztikus, tehát az biztos, hogy nem lehetett ide varázsolni a Varázs Ceruzával egy felújítási programban, de az udvarral is nagyon szépen gazdálkodik a óvoda közössége, új megújult játékok vannak, igazán gyerekek barát az óvoda, és igazán öröm lehet így gyermeknek lenni. Vinnai Győző beszédében úgy fogalmazott, aki óvodát épít vagy újít fel, az a jövőt építi. A közintézményeknél a bölcsőde, óvoda, iskola nagyon fontos a városlakók számára, hiszen a gyerekeknek megfelelő modern infrastruktúra szükséges ahhoz, hogy szellemileg, testileg fejlődni tudjanak. Itt pedig kiváló óvodapedagógusok vannak, tehát itt a Varázs Ceruzában, amely az alkaloida gyár mellett található, nagyon ráfért már a felújítás, hiszen 1983 és 85 között épült, tehát már 50 éves, lassan majd elmúlt 40 éves, 40 évet kibírt így, és már nem felelt meg a modern körülményeknek. Na, azt szeretném elmondani, hogy mellette még a Lurkó Kuckó és a Fülemüle óvoda is megújult, úgyhogy tiszavasvári óvodái rendben vannak. A kicsit több mint 70 óvodás az elmúlt év augusztusában már birtokba vehette a megszépült helyiségeket és az új mozgásfejlődéshez és a szabadjátékhoz nagyban hozzájáruló udvari eszközöket.